nyugodtan fogadjunk helyet, szülők, keresztülők, mindenről, a törvényes kapasztalatok. Van még valami? Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nemében. Az Úr legyen nálunk. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a keresztelés ünnepünk is. A keresztelés az lélekben újjászületést jelent, a krisztusi életre való újjászületést jelenti, és a gyermek áldása, gyermekek Jóisten ajándékai. Úgy szoktam mondani, nem csak biológia, hanem teológia is, mert a Jóisten minden élet forrása is. Mi tudjuk, hogy az ő gondviselő szeretete hogyan kapcsolódik a szülők szeretetéhez, aki igen mond az emberi életre. És azt szeretné a Jóisten, hogy ezek a gyermekek a krisztusi életben kiteljesedve tapasztalják meg azt, hogy mit jelent a Jézusi úton járni, mit jelent valóban boldognak lenni, mit jelent az evangéliumi életet élni, és a Jóisten áldását élvezni a mindennapokban. Ilyenkor a bevezetőben el szoktuk mondani, ami nyilván megértő, hogy milyen nagy öröm és ajándék a szülők számára a gyermek, és legyünk hálásak a Jóistennek az élet ajándékáért, a gyermekek életéért. Isten, ami teremtő mennyei atyánk, a keresztség által Isteni életében részesíti az embert, gyermekévé fogadja, a Szentlélek templomává és a mennyország örökösévé teszi őket. Kedves szülők, ti is azért hozzátok el gyermeketeket ide az Isten házába, hogy erre az Isteni életre újjászülessenek a víz ereje által és a Szentlélek Isten kegyelme által, valamint Krisztus titokzatos testének, az egyháznak tagjává legyenek. Krisztus egyházának nevében kérdezem, mi a gyermekek neve, keresztnevüket mondjuk hangosan. Tamás. Jó. A gyermekek védő szentjei, gondolom Szent Mária Magdolna és Szent Tamás apostol. Nyertem, ügyes vagyok. Mit kértek Isten egyházától a gyermekek számára, a válasz a keresztséget mondjuk hangosan? Kedves szülők, nektek, akik gyermekeitek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őket úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljenek, tartsák meg Isten parancsait, úgy szeressék Istent és embertársaikat, ahogy Krisztus Urunk tanította, vállaljátok ezt. Kedves keresztszülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermekek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Megígérjük. Kedves gyermekek, nagy örömmel akar benneteket a keresztény közösség. Ennek a közösségnek a nevében megjelölem titeket a keresztényeket. És keresztek vagy szó, hogy gyermekek. A szülők is a keresztszülő is tegye ezt, jó? Ebben a jelben lettünk megváltva, és ebben a jelben van üdvösségünk. És a szülők is keresztülők is. Jelenjék meg a gyermek dolgokat. Kedves testvéreim, most kérjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy állassza irgalmát a keresztelendő gyermekekre, valamint szüleikre, keresztszüleikre, és minden megkeresztelt emberre. Kérjük Urunkat, hogy ezek a gyermekek keresztség által Isten fogadott fiai váljanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük Urunkat, hogy Krisztus parancsait megtartva mindig megmaradjanak az ő szeretetében, és bátran hirdessék az evangéliumot embertársaik között. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérjük Urunkat, hogy a keresztelődőket szüleit és kereszt szüleit Isten ismeretére és szeretetére oktassák. Kérjük téged, hallgass meg minden. Most pedig kérjük Isten szentjeinek közeljárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, könyörög érettünk,
keresztelünk Szent János, könyörög érettünk Szent József, könyörög érettünk Szent Péter és Szent Pál apostol, könyörögjetek érettünk Szent Tamás apostol, könyörög érettünk Szent Mária Magdolna, könyörög érettünk Szent Jakab apostol, könyörög érettünk Istennek minden szentei, könyörögjetek érettünk. Imádkozzunk gyógyulásért és szabadulásért. Minden Urunk és Istenünk, Te elküldötted egyszülött fiadat, hogy a bűn rabságában sínylődő ember Isten gyermekeinek szabadságára ajándékozz meg. Alázatosan könyörgünk hozzád ezekért a gyermekekért, akikről tudod, hogy majd megkísérti őket a világ, és hogy küzdeni fognak az ördög cselekvései ellen. Fiat szenvedésének és fölkánodásának erejével, ments ki most őket az átteredő bűn általmából, vérkeztel őket Krisztus kegyelmével, és szüntelenül oltalmaz őket életük útjai, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Védelmezzen titeket Krisztusnak, ami üdvözítőknek ereje, ennek jeléül megtenünk benneteket az üdvösség olajával, Krisztusban, ami Urunkban, aki él és uralkodik minden örökkönbörökké. Amen. Keresztelendő olajával temetünk a gyermekek homlokhálózat, a gyógyulásnak a szabadulásnak. Könyörgjünk, kérdőjén Istenünk, hogy papi észfeltétel által, és az Ami Szent Egyház könyörgő és áldulimája által, áldjunk kegyesen és szentel meg ezt a vizet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A megáldott víznek titokzatos ereje által, add meg kegyesen a lelki újjászületés ezeknek a gyermekeknek, akiket megképál a felszínre, hogy örök életük legyen. Kedves testvéreim, az egyház ősi gyakorlata szerint a hitvallás veszünk párbeszédes formában, háromszor ellene mondunk a gonosznak, és a hiszünk felkiáltással megvalljuk a Szent Háromságba vetett hitünket, és ezt a hitvallást, a tanúságtételt a gyermeket is meg fogják majd erősíteni saját szavukkal és krisztusi életük példájával. Kérdezzek tehát benneteket, ellene mondatok-e a sátánnak? Ellene mondunk. És minden cselekedetének ellene mondunk. És minden csábításának ellene mondunk. Hiszek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hiszek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kint halál szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és urasztatjának jobbjának. Hiszek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában, és az örök életben. Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ámen. Kedves szülők, kedves keresztülők, akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek elnyerjék a keresztélyet az egyház hitében, amelyet most mindjárt megvallottunk? Akarjuk. Most jön a keresztelés. Jöjjünk ide akkor a keresztelőkhoz.
Megtisztít benneteket a bárány vére, boldog, aki megmossa benne köntösét. A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus, megszabadítja bennünket a bűntől, és szentlélektől, új életet ajánlja benne. Most pedig felkel titeket az üdvösség krizmájában, hogy szentlélekkel tartozzatok. És tagjai maradjatok a Krisztusnak, aki főpapunkról Krisztának királyt, és így elnyeljétek az ő életet. Krisztmával felel meg a gyertek fogoznának a Szentlélek kiáltását jelző illatosokon. Ráterítünk a gyermekeket is felülőre, a keresztelésére, fekér ruha szimbolizálja az ünnepet, az örömet és a megtisztulást. Kedves gyermekek, kedves Léna, Tamás, keresztségben új teremtmény életetek, és Krisztus költöttétek magatokra. Ez a hófehér ruha legyen keresztényérmosságotok jelen, hozzátartozóitok szava és példája pedig, támogasson benneteket, hogy ezt a méltóságot tisztán megőrizzétek az örök életben. Amen. Még egy fontos szertartás rész következik, a húsvéti gyertáról megújtunk egy-egy gyertát, ez a keresztelési gyertya, de Krisztusi hitünknek ez a legfontosabb szimbóluma. Krisztus köztünk valahogy jelenlétét jelzi, és a hitnek is a kegyelemnek a fényét is jelzi számunkra. A keresztény életünk tele van nagyon szép sok szimbólummal, ami kifejező egyébként a természet feletti titkok közelebb kerülnek hozzá. Belégek Krisztus világosságát, kedves szülők, kedves keresztszülők, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyalán is jelképez, óvjátok gondosan, hogy gyermekeitek, akikben a rávagyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaiként járják az életünkben, maradjanak áldozatosak a hitben, és amikor az Úr eljön, elébe járulhasson az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. Kérem az édesanyjákat, hogy gyermekükkel álljanak ide középre, szeretném őket megáldani, külön áldásokat. Könyörögjük, mindenható örök Isten, te a boldogságos szűzanya szülési állítás, keresztény édesanyák fájdalmát örömre változtatta. Tekints kegyesen szolgálóimra, akik boldog szívvel jöttek el templomba hálát adni. Kérünk azt, hogy a boldogságos Szűz Mária érdemeiért és közbenjárását a földi élet után gyermekükkel együtt elnyerjék az örök boldogságot. Krisztus a mi Urunk álljon. Amen. És közösen imádkozzuk el azt az imádságot, amelyre Krisztus Urunk tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképp
miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szertartás véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen áldva. Egy fotó elejével a szülőkkel keresztülünk eljárni, hogy legyen így is dokumentálva, hogy óvatosan van egy kis színkülönbség.